Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója február 21-én csütörtökön. Nézzük először fontosabb híreinket röviden. Átszervezés. A Nagykanizsai Gazdasági Ellátószervezet feladatainak egy része a vagyongazdálkodási céghez, míg a többi a polgármesteri hivatalhoz kerül. Korszerűsítés. Megújultak a Péterfi iskola vizes blokkjai, jelenleg a nyílászárókat cserélik az épületen. Támogatás. A hónap végéig pályázhatnak a PEN Turizmus vendéglátás és mérnök informatikus szakos hallgatói a város ösztöndíjára. Most pedig a részletek és további híreink. Átszervezik a NAGESZ feladatait, és idővel ki is vezetik a szervezetet a rendszerből. Erről döntöttek a soron kívüli közgyűlésen. A Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet 2014-es megalapítása óta több jogszabályi és intézményi változás is történt, ami időszerűvé tette működésének felülvizsgálatát. A NAGESZ munkatársai, illetve tevékenységének egy része a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató ZRT-hez, valamint a polgármesteri hivatalhoz kerül az első fél évben. A NAGESZ-nek a feladata az, hogy az intézmények, itt a kulturális közgyűjteményi intézmények, bölcsödék, óvodáknak, a fenntartó társulásoknak a könyvelése, kontrollingja, aztán a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok, aztán a karbantartási feladatok ezekben az intézményekben náluk vannak. És ugye két évvel ezelőtt az iskoláink, általános és középiskolák elkerültek tőlünk, és ilyen pillanatban eljutottunk oda, úgy látjuk, hogy szét kellene választani ezeket a feladatokat, és a NAGESZ szépen kivezetni. Ezen azt értem, hogy itt a karbantartással kapcsolatos feladatok a kollégákkal, a dolgozókkal együtt átkerülnének a VGZRT-hez március végével. A könyveléssel foglalkozó kollégák pedig a polgármesteri hivatal gazdasági osztályába. Megújultak a Péterfi iskola mellékhelyiségei. A teljes körű felújítás során új burkolatot és szanitereket is kaptak a vizes blokkok. Az intézményben jelenleg a nyílászárókat cserélik. Négy tanteremben már végeztek a munkálatokkal, a többiben várhatóan a hétvégén fejezik be az ablakok cseréjét. Két ütemben kezdték el a mellékhelyiségek felújítását, az első ütem már a nyáron megvalósult. Az első emeleten az alsó tagozatosok már szeptembertől a megújult mellékhelyiségeket használhatták. A második emeleten a felsősök mosdója pedig két hete fejeződött be, nagy örömünkre, és a tankerület finanszírozásában valósultak meg ezek a felújítások. Idén is támogatja az önkormányzat a PEN Turizmus vendéglátás és mérnök informatikus szakos hallgatóit. A Nagykanizsa fejlődéséért felsőoktatási ösztöndíj pályázatra való jelentkezéshez, a hallgatói jogviszony igazolására, valamint az előző fél év tanulmányi eredményét tartalmazó leckekönyv másolatára, vagy azzal egyenértékű, a tanulmányi osztály által hitelesített nyomtatványra van szükség. Az ösztöndíj egy tanulmányi fél évre szól, havi összege 15 000 forint, amit egy összegben folyósítanak. A pályázat beadási határideje március 1-je. A Nagykanizsa fejlődésért ösztöndíjat a rendeletben megfogalmazottak szerint ebben a fél évben is újra kiírtuk. A Pannon Egyetem Nagykanizsai kampuszán tanuló hallgatók részére a beadási határidő a hónap vége. Polgármester úr márciusban fog dönteni az ösztöndíjak odaítéléséről, ami tanulmányi eredmény alapján kapható. Azok a hallgatók részesülnek az ösztöndíjban, akik a hármas súlyozott tanulmányi átlagot elérték. Még egy hónapig akár SMS-ben is kérhető a személyi jövedelemadó bevallási tervezete. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is automatikusan, külön kérés nélkül készíti el ezt a dokumentumot azoknak, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik. Az elkészített tervezeteket az ügyfélkapuval rendelkezők március 15-től a NAV honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül érhetik el. Akinek nincs ügyfélkapuja és szeretné a papír alapú bevallást tervezetet készhez kapni, március 18-án éjfélig kérheti a postázást. Erre csak úgy, mint az előző években nagyon sokféle lehetőség van, kérhető SMS-ben, BEFTFK formanyomtatványon, a 18-19-es hívószámon,
kötetlen formában, levélben, vagy akár személyesen az ügyfélszolgálatokon is. Tavaly Zala megyében 9800 adózó élt a lehetőséggel, hogy az elkészült tervezetét papíralapon kikérje az adóhatóságtól. A legnépszerűbb kikérési mód 2018-ban az SMS volt. A 9800 kérelemből összesen 6100 érkezett ilyen formában. Aki elmulasztja a március 18-i határidőt, az május 20-áig személyesen az ügyfélszolgálatokon kérheti ki a papíralapú tervezetét. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Rendhagyó tanórák. Egy külföldön sikeressé vált egykori BLG-s diák több osztálynak is informatika órát tartott a gimnáziumban. Megindult a netkeringés. A szakemberek szerint szükség lett volna az igazi térre, most azonban már károkat okozhat a fagy a növényekben. Kilométerfalók. Évet értékeltek a futóklub tagjai, terveik idén sem változnak, futnak és az egészséges életmódot népszerűsítik. Bízzanak magukban és kövessék a vágyaikat. Erre biztatta a Batthyány Sokata gimnázium volt növendéke, Szakacsics Szabolcs. Az informatikus egy sikeres, finnországi szoftverfejlesztő cég társtulajdonosaként világméretű vállalkozásokkal és gyártókkal dolgozik együtt. Ma 4 osztálynak tartott rendhagyó tanórát a BLG-ben. Találkozás egy informatikussal, de az emberrel is, a volt diákunkkal, örök diákunkkal. 1988-ban végzett a Batthyány gimnáziumban Szakacsics Szabolcs, aki ma rendhagyó tanórát tartott egykori iskolájában. Diákkori emlékeiről és a szegedi egyetemi életről is sokat mesélt, de néhány jó tanácsot is adott a mostani BLG-seknek. Bízzanak magukba, tanuljanak meg tanulni, és szeressenek tanulni, találják meg azt, amit szeretnek, ami a szenvedélyük, és bízzanak benne, és ne adják fel, kövessék a vágyaikat. Szakacsics Szabolcs a Finnországban működő Tuxéra társtulajdonosa. A vállalat irodái virágszerte a Szilícium-völgyben, Szöulban és Pekingben is megtalálhatók. Munkatársaival olyan szoftvereket fejleszt, amelyeket a globális cégek szó szerint kapkodnak. Szakacsics Szabolcs nagyon sikeres informatikus vállalkozó külföldön, de ezer szállal kötődik iskolánkhoz, Magyarországhoz. Talán arra jó példa ő, hogy a nagyvilágban lehet sokra vinni, felvértezve azzal a tudással, amit ifjúkorban kap az ember, és lehet kötődni visszafelé a gyökerekhez. A vállalkozó nem csak büszke egykori iskolájára, de lelkes támogatója is az intézménynek, hiszen minden évben segíti a BLG működését. Idén gyakorlatilag elmaradt a tél, nem volt vastag hótakaró és kemény hideg sem. A szakemberek szerint azonban az erdőknek szükségük lenne az igazi térre, amikor nyugalmi állapotba tér a természet. A szokatlanul enyhe idő miatt viszont a növények tavaszt érzékelnek, emiatt megindult a netvkeringés a fákban. Most komoly gondot jelentene akár csak néhány napos fagy is. Hopp Tamás, nyugalmazott erdészet igazgató azt mondja, a hótakaró hiánya problémát jelent a talaj víz utánpótlásában, és a szokatlanul enyhe időjárás további károkat is okozhat. Ahogy halljuk a rádióban, hogy a influenza járvány ilyenkor jobban tetőzik, ez ugyanígy van a természetben is, hogy különféle gombák, kórokozók, baktériumok nem úgy fagynak meg, nem annyi fagy meg, és így sokkal több, mert ő be van rendezkedve arra, hogy túlél, csak egy bizonyos korlát lenne abban is, hogy egy csomó kifagyna. Nem pusztulnának ezek el végképp, csak sokkal kisebb számba tudnának tavasszal újraindulni. De ha nincs tél, akkor semennyi nem pusztul el, és gyakorlatilag sokkal nagyobb mennyiség kerül elő. Ezt a kertekben majd többlet permetezést igényel, a természet nem permetez, de a kártevők azért lesznek. A vízről szóló rajzpályázatot hirdetett meg Zalakaros. Az alkotásoknak a fürdőváros életét meghatározó elemről kell szólnia. A pályaműveket 7 település 5 korosztályától várják március 14-éig. A legjobb rajzokat kiállításon is bemutatják. A pályázatot a Zalakarosi Fürdő és a Móra Ferenc Általános Iskola hirdette meg. Az egészség évében a helyieket és főként a fiatalokat akarják bevonni a vízzel, az egészséggel és a mozgással kapcsolatos programokba.
A részvénytársaság közgyűlése elfogadta a ZRT 7 éves stratégiai tervét, amelyben kiemelt jelentőséget kap a társadalmi felelősségvállalás, hiszen sikeres üzleti vállalkozásként nagyon fontos, hogy támogassuk az kultúrát és az oktatást. Ennek egyik lépése az, hogy rajzpályázatot hirdettünk, amelynek témája a víz lesz. A rajzokat tetszőleges technikával készíthetik el a gyerekek. Az alkotásokat A4-es méretben, kasírozva a pályázatban résztvevő iskolákban lehet leadni március 14-éig. Nagy örömmel vettük a vezérigazgató úr megkeresését, és a környékbeli iskolákat kerestük meg a pályázati kiírással. A környékbeli iskolák Zalaszabar, Zalakomár, Galambok, Nagyrécse, Mihály és Csapi. Számukra hirdetjük meg ezt a pályázatot, és az óvoda nagy csoportjától egészen a 8. osztályig két év folyam egy-egy korcsoportot alkot, így rajzolhatnak a gyerekek. Az elkészült műveket kiállításon is bemutatják az alakarosi fürdőben, amelynek megnyitója a díjátadó ünnepséggel egy időben, március 22-én a Vízvilágnapján lesz. A rajzokat szakmai zsűri bírálja el, a legjobb alkotók pedig értékes nyereményt kapnak. Egyéni csúcsokat értek el Kaposvárott a dél-zalai vízmű úszói. A Kanizsai Klub két sportolóval nevezett a harmadik Dél-Dunántúl maratonra, és ők eddigi legjobb időeredményüket produkálták. Dencsor Solyának érmet is sikerült szereznie, ő 50 méter mellen a második helyen ért célba. Idén tovább szelik a kilométereket a Kanizsai Futóklub tagjai. Az egyesület történetének egyik legaktívabb éve volt a tavalyi, hiszen több sikeres, nem ritkán 60-70 embert is megmozgató rendezvényt szervezett, és a klub céljai idén sem változtak, a futás mellett szeretnék tovább népszerűsíteni az egészséges életmódot. A következő lehetőségig már nem is kell sokat várni, az új szabályokkal megrendezett Yours Truly futás vasárnap reggel 9-kor rajtol a zöld tábortól. A futóklub működésének a célja, hogy a mozgáskultúra, a futás és a sportra való nevelés megszerettetése a lakossággal, ugye a Kanizsa környéki lakosokkal, ezt tűztük ki célul. Tehát mondhatni a 10 évestől egészen a szépkorú hölgyekig, urakig bezárólag mindenki fut velünk. Ez legyen akár klubtag, ugye klubtagok között is vannak széles korosztályban tagjaink, illetve sokan futnak nyáron a nyári csótókörökön velünk, akik nem klubtagok, de meghirdetett események vannak heti rendszerességgel, és ezzel biztosítunk lehetőséget arra, hogy elinduljon, elkezdje a futást. Volt olyan például, aki az első körre eljött és 2 kilométer tudott futni, de a nyár végére meg már stabilan le tudta futni az 5 kilométert. Híradunk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Átszervezés. A Nagykanizsai Gazdasági Ellátószervezet feladatainak egy része a vagyongazdálkodási céghez, míg a többi a polgármesteri hivatalhoz kerül. Korszerűsítés. Megújultak a Péterfi iskola vizes blokkjai, jelenleg a nyílászárókat cserélik az épületen. Támogatás. A hónap végéig pályázhatnak a PENN Turizmus vendéglátás és mérnök informatikus szakos hallgatói a város ösztöndíjára. Ez volt a Kanizsa TV híradója február 21-én, csütörtökön. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!